Köszöntöm a Trió TV nézőit! Mai műsorunk tartalmából. Bükkfürdői csapadékvíz elvezetési projekt részletekkel. BTK 5 tusa. A Büki Egyesület szakosztályai versenyeztek egymással. 20 éves a Büki kosárlabda. Ünnepeltek a kosarasok. Hitünket kísérő tárgyak. A Büki Evangélikus Közösség kiállítása. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Az elmúlt héten beszámoltunk arról a sajtótájékoztatóról, ahol a Büki fejlesztési projektekről volt szó. Ezeknek egyik kiemelt része a bükkfürdői csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó munkák. Baranyai Róbert alpolgármesterrel jártuk végig a területet. Bükkfürdőn a csapadékvíz elvezetése régóta, ha nem is látványosan, de gondot okoz. Már közepes méretű esőnél is sok helyen nem tud elfolyni a víz az árkokból. A zárt részeknél, ahol az útest mellett vagy alatt van a csapadékvízelvezetési rendszer, a 80 és 60 centi átmérőjű csövek nem bírják a terhelést. A gyógyhely pályázathoz kapcsolódó fürdő előtti terület felújításához és teljes újragondolásához is szükséges a nyílt árkok eltüntetése a termálkörúton. Maga az egész beruházás érinti a fürdő területnek jóformán az egészét. Tehát érinti a termálkörútnak a külső-belső szakaszát, sajtoskáli útnak egy részét, aztán a fürdői bekötő úton fog végigmenni a vezetéknek a fő ága tulajdonképpen, ami bevezeti az összeszedett csapadékvizet a Répce felé szivárgó árokba, és érinti itt a Danubius melletti utakat is. Tehát ha exaktul le akarnám írni, akkor a Danubius szállodának a belső városfelőli sarkától indul a vezeték, érinti a termálkörútnak a külső-belső szakaszát és a fürdői bekötő utat. Tehát a befogadó az a Bükkbő közötti árvíztározó melletti csurgalékvizeket elvezető árok. Ide lesz levezetve a csapadékvízhálózat, innen indul két párhuzamos vezeték, a korábbi 80-as ág helyett két 1 méteres átmérő vezeték kerül egymás mellé lefektetésre. Ebből is látszik az, hogy mennyire elavult, illetve kis kapacitású az a vezeték, amire valójában szüksége lenne a településnek ahhoz, vagy a település résznek ahhoz, hogy itt ne legyenek problémák. És ez a dupla vezetékhálózat jön egészen a nemrég kialakított, 2 éve kialakított buszmegállóknak a magasságáig, onnan ágazik szét a termálkörút külső és belső szakaszára, ott még egy darabig ezres, tehát 1 méteres átmérővel jönnek a csövek, aztán innentől már aztán szükül a vezeték 80-asra, 50-esre, 40-esre. Azok a leágazó vezetékek, amik majd azt a majdani fürdőközpont beruházását is érintik, azok 40-es, 50-es átmérővel fognak készülni. A termálkörút belső szakaszán megmarad a nyílt elvezető árok, a külső szakaszon építik ki az árt elvezető részt. Túlnyomó részben a tervezők úgy oldották meg a projektet, hogy ahol lehet ott a zöldbe, az utak mentén vezették el a gerincvonalakat. Néhány hely van, ahol ezt nem tudták megoldani, mint például itt a Knei Park és a belső kemping melletti szakasz, útszakasz. Itt az út közébe fog kerülni az új vezeték is. Itt nyomvonalas helyreállítást irányoztunk elő, ez fért bele egyelőre a költségekbe, aztán meglátjuk majd, hogy mennyire működik. Reméljük, hogy majd jól fog sikerülni. És vannak olyan szakaszok is, ahol a tervező úgy ítélte meg, hogy a meglévő csapadékvízhálózat az megfelelő, méretébe is, meg minőségébe is. Itt annyit tettek, mint ezen a szakaszon is, ahol éppen állunk, hogy a meglévő csapadék hálózatba, csővezetékbe egy műanyag bélést fognak belehúzni. Nem igazán ismerem azt a technológiát, amivel ezt a műanyag béléscsövet majd ráfeszítik belülről a meglévő betoncső peremére, oldalára, belső oldalára. A most megépítendő csapadékvízelvezető hálózat körbeveszi a nyaralós területeket, a termálkörút közötti részt, a Galagonya, a Diófa, az Akászsort, a Fűzfa, a Tulipán, a Nefelejcs utcát, valamint a Szarkaláb és a Muskátli sort.
Ezeken a részeken eddig sem volt megoldott a csapadékvíz elvezetés. A szűk kis utcákról a telkek felé folyt a víz. Ennek a beruházásnak a keretében ez még nem fog megvalósulni, de a kettő együtt van átgondolva úgy, hogy amikor majd erre sor kerül, a kis üdülők környezetére is sor kerül, akkor ezeknek a kapcsolódási pontjai ugyanúgy meg lesznek ezen a nagy gerincvezetéken, mint ahogy a fürdőközponté is. A gyógyhely pályázat keretében készül majd el a fürdő előtti rész. Nagy burkolt felületek lesznek, ahonnan az esővíz már az új zárt rendszerbe folyhat majd el. Ezt is előkészítik a munkák során. A beruházás bruttó 415 millió forintba kerül. A finanszírozásban besegít az, hogy az önkormányzat pozitívan tudott pályázni egy topos pályázat keretében, megyei fejlesztési pénzekre, innen 50 millió forintos támogatást kaptunk ehhez a beruházáshoz, illetve ide fogjuk beforgatni azt az adósságkonszolidációban nem részesült települések részére biztosított támogatást, ami Bükk esetében 112 millió forintot jelent, amit valójában már korábban megkapott a település, tehát ez rendelkezésre áll, de nekünk nyilatkozni kellett arról valamikor, hogy ezt az összeget hova fogjuk felhasználni, és úgy nyilatkozott az önkormányzat, hogy ebbe a beruházásra fogja beforgatni. Tehát az azt jelenti, hogy pályázati pénzeink lesznek 112, meg 50-162 millió forint összességében, a többi, tehát a 415 millió, meg ennek a hiánya durván 205 millió forintot saját zsebből teremti elő az önkormányzat. A közbeszereztetés az lezajlott, a beruházást egy Vértes Út Kft. Nevezetű tatai építőipari cég nyerte meg. A munkaterület átadás az a jövő hét kedden, 26-án fog megtörténni, és innentől kezdve a beruházónak, illetve a vállalkozónak 315 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megvalósítsa. Durván 10 hónap. Amin belül megpróbáltuk úgy ütemezni az egyes fázisokat, hogy lehetőleg a Bükkfürdő központját abba a nyári időszakban lehető legkevesebb mértékben érintse. Ehhez készült egy folyamatábra, egy szervezési ütemterv, amit lehetőleg betartatunk majd a vállalkozó valamennyire csak tudunk. Szeptember 16-án szombaton a Bükki testedzők köre egy vidám öttusára várta a szakosztályainak játékos kedvű sportolóit. Az ügyességi versenyszámok mellett fejtörőket és más feladatokat is kellett teljesíteni a csapatoknak. Az egyesület alapítása 1920-ban történt, Bükki testedző kulturális egyesülete néven. A megalakulás óta eltelt közel 100 esztendő alatt többször volt névváltozás. Jelenleg az egyesület Bükki testedzőkölye néven van bejegyezve. A BTK jelenleg 5 aktív szakosztállyal működik. Az asztali tenisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk csapatai mérhették össze ügyességüket szombat délelőtt. Ma tartjuk a BTK öttusát, ami most már a harmadik alkalommal terül megrendezésre, és ennek a mostani versenyünknek van egy apropója is még pluszban, hogy a kosárlabda szakosztályunk ünnepli a 20. születésnapját. Kiket vártatok ma? Itt látom, hogy vannak felnőttek, gyerekek, kik fognak versenyezni? Igazából vegyes csapatokkal szeretnénk versenyezni, ami azt jelenti, hogy az egészen kicsikéktől a felnőttekig fogunk vegyes csapatokat összeállítani, pontosan azért, hogy minden korosztály megismerhesse egymást, együtt játszhasson, együtt élvezhesse itt ezt a mai sportnapot. Úgyhogy mind az 5 szakosztályunk képviselteti magát, picikkel is, utánpótláskorúakkal is, ahol ugye van, és a felnőtt játékosaikkal is, meg bárkivel, aki a szakosztályban részt vesz egyébként bármilyen munkaterületen, vagy bármit csinál. És emellett meghívtuk a birkózó szakosztályt is, és ők is képviseltetik ezen a napon. Velük milyen a kapcsolatotok? Hát igazából jelenleg csak annyi, hogy ezeken a sportnapokon összeülünk, és akkor együtt sportolunk. Egyéb kapcsolatunk jelenleg nincsen velük, de én úgy gondolom, hogy ezeken a napokon szépen összeérnek itt a gyerekek, és megismerik legalább egymást, hogy ők mi meg mi vagyunk. Szalomban vezeted, megkerülöd a zámolt, egyenes vonalon visszavezeted, ahogy álltél, most indul. Vezeted a kosárlabdát, megkerülöd a zámolt, már indul a harmadik, tereli a focilabdát, azaz, nagyon ügyes. Nincsen, akkor indulunk a focilabdával a visszaér, focilabdás visszaér. Most indul.
próbáltunk nagyon érdekes kis mókás feladatokat kitalálni, ami nem igazából csak a sportra megy rá, hanem humort is visz bele az egész napba, pontosan azért, hogy mindenki jól tudja magát érezni, és ne igazából csak az legyen a lényeg, hogy erőből kelljen, vagy tényleg taktikai dolgokkal megoldani, hanem egy jó érzéssel töltsön el mindenki. Úgyhogy kellemes mókás feladatokat próbáltunk kitalálni. Csak büki részvevők vannak, vagy vannak a környező településekről is? Nem, a környező településekről is. Tehát ugye a kézilabda szakosztályunknál vannak csepregiek, bőiek, bükiek, meg hát az iskolában, akik ide járnak a büki általános iskolába, de helyileg nem bükön laknak, ők is mindig vannak azok a gyerekek, akik ma nem valahol egy versenyen vesznek részt, mert a focistáink utánpótlás csapatai is, és sajnos a kézilabdásaink egy része is ma versenyekre kellett, hogy elutazzon, úgyhogy ők nem tudnak részt venni, de azért még leszünk jó páron, ahogy látom. Milyen jutalmak várnak a jól szereplőkre? Hát igazából nem túl nagyok a díjazásos ajándékaink. Apró kis csokoládék, alma, nyalókák, kisebb labdák, ilyesmi. Egy kicsikét végül is csak annyi, hogy mégis jelképesen meg tudjuk köszönni a résztvételt a gyerekeknek és a felnőtteknek. A délelőtti verseny zárásaként kerül sor az eredményhirdetésre. 6. helyezett lett, és nagyot küzdött a narancs csapat. Egy nagy tapsot nekik! Gyere, Adri, vedd át a megérdemelt jutalmat! Gratulálunk nekik! Következő 5. helyet szerezte meg a zöld csapat. Gratulálunk nekik! Nagy tapsot a zöld csapatnak! Köszönjük nekik is, hogy küzdöttek és részt vettek. 4. csapat lett a piros csapat. Nagy tapsot a piros csapatnak, kérem szépen. Gratulálok. A dobogó 3. helyére felkerült a kék csapat. Nagy tapsot neki. Gratulálok. Hát elég szoros lett különben az első-második hely között, nem sok ponton múlott, eddig azért nagyobb volt a pontkülönbség, de az első-második között tényleg csak egy-egy pont döntött, de hát, hogy ki lett a második, nem más, mint az aranycsapat. Nagy tass az aranycsapatnak, kérem szépen! És az csapat a rózsaszín, nagy tapsot a rózsaszín csapatnak! Gratulálunk mindenkinek! Gratulálunk minden csapatnak! Örülünk, hogy ilyen szép számmal eljöttek és részt vettek a sorversenyen. A BTK öttusa versenyén köszöntötték a 20. születésnapjukat ünneplő kosárlabda szakosztályt. Az alapító tagok közül többen is együtt ünnepeltek. A kosárlabda szakosztály 1997-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a 15-17 éves büki fiatalok 15 fős társasága megfelelő körülmények között sportolhasson. A szakosztály célja az elmúlt években sem változott, mindig kitartottak az alapelvek mellett. Ez szerepel a hosszú távú célok között is. Lehetőséget biztosítani kortól, tehetségtől függetlenül a büki és környékbeli kosárlabdát szerető sportolóknak, szórakozást, kikapcsolódást biztosítani amatőr szinten. 20 évvel ezelőtt, ugye 16-17 évesek voltunk, amikor az egész megalapult, és az alapító tagok közül 5-en vagyunk még most is. Tehát mondhatom, hogy ez nem csak sporták, hanem itt örök élete szóló barátságokat tettek a sporták által. És most már átfordultunk abba, hogy inkább a fiatalokat tanítjuk, és jó visszaemlékezni, amikor mi is ilyen fiatalon kezdtük. Övüké a jövő. Ki az az 5 tag, aki még mindig bírja a gyűrődést? Hát akkor itt említeném meg, hogy Polgár András, Rudicska Gábor, Koladics Krisztián, Oszott Krisztián, és jó magam. A kosárlabda szakosztályt 20 éve erősíti és a csapatot vezeti Polgár Kornél. 20 éve csapattag Polgár András és Ruzicska Gábor. 19,5 éve csatlakozott a csapathoz Berényi Gábor. Koledics Krisztián 19, Kocor Krisztián 18, Takács Martin 8, Heisler Bence pedig 7 éve a csapattagja.
Az első évben tényleg hobbi jelleggel jöttünk össze, de mivel a nagy létszám úgy volt, hogy szép edzéseket tudtunk tartani, Móricz Attila segítségével, aki akkor volt az edzőnk, és utána azt gondoltuk, hogy egy év után induljunk el a megyei bajnokságba. Nagyon jól sikerült az első évünk, rögtön az első meccset megnyertük, és az utolsót is megnyertük, tehát ez a bajnoki szezonban kettő győzelem volt, tehát így kezdtük. Majd utána 5 év múlva sikerült megnyerni a megyei B-osztályt, és akkor feljutni a megyei A-ba. És ez folyamatosan minden évben indulunk a megyei bajnokságba, és ott egy jó középosztály szerepét most már betöltjük. Az edzések hangulata a hobbi és a kikapcsolódás mellett profizmust is tartalmaz. Vannak olyan játékosok, akik szeretettel jönnek és csinálják, és vannak olyanok, akik mondjuk csak hobbi jelleggel, kikapcsolódásképpen, de ők is szeretettel fogadjuk. Tehát minden, aki szereti a sportágat és tanulni akarja, és ki akar kapcsolódni, bárki legyen az, jöjjön, és szeretettel várjuk minden edzésre. Az utánpótlással kik foglalkoznak most? Jelenleg nincsen utánpótlás, aki külön ezzel foglalkozna, tehát egy ilyen 15 éves kortól felfelé tudjuk azokat a játékosokat jelenleg pillanatban kezelni, akik jönnének hozzá. És ő nekik kik az edzőjük? Hát ő nekik most majd a Móni lesz az edzőjük, a Csonka Móni lesz az edzőjük, meg folyamatosan az idősebb korosztályból, akik itt vannak régóta, ők tanítják őket. Vártok-e még fiatalokat esetleg, akik csatlakozhatnak hozzátok, és versenyző szintre várnátok őket? Igen, mindenképpen, mert hangsúlyozom, hogy övüké a jövő. Nagy szükség van rájuk, és szeretettel várjuk őket. És mi is egy átszeretnénk adni azt a tudást, azt a mentalitást, azt a szemléletet, amit a 20 év alatt eltanultunk. A hosszú távú célok között szerepel, hogy továbbra is a megyei bajnokságban szerepeljenek. Magasabb szintre eddig sem és ezután sem kíván a csapat nevezni, ennek oka, hogy ebben az esetben a büki és a környékbeli fiatalok sokkal kevesebb, vagy egyáltalán nem kapnának játéklehetőséget, a következő szint az NB2. Másik oka pedig, hogy a jelenlegi költségvetés többszörösére lenne szükség az induláshoz. A rendezvény végén a kosárlabda szakosztály sportolói a többi szakosztály tagjaiból összeállt csapattal mérkőztek meg. A büki evangélikus gyülekezet rendhagyó módon emlékezett meg a reformáció 500 éves évfordulóján. A hitünket kísérő tárgyakból hoztak létre egy kiállítást, ahol katolikus és református tárgyak is láthatóak. A reformáció emlékévét 2017-ben tartják a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére. A világ sok országában megünneplik, mint egy olyan változás elindítását, melynek a modern korra is kihatása van. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Erről az évfordulóról emlékezett meg a büki gyülekezet. A gyülekezetünk ifjúsági önkormányzata hozta fel azt a gondolatot, hogy jó lenne a reformáció 500. jubileumi évét azzal megünnepelni, hogy összegyűjtenénk a családoktól egy kiállítás idejére azokat a régi könyveket, tárgyakat, amelyek valahogy kísérték az embereknek a hitét. A gondolat nagyon hamar összetalálkozott Heisler Lászlóné, a Városi Könyvtár vezetőjének a gondolatával, sokat beszélgettünk róla, de nagyon hamar eldöntöttük, hogy ez egy közös projekt kellene legyen, hogy együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, bükön élő családok hozzák el azokat a tárgyakat, amit otthon őriznek, vagy amit otthon találnak ilyen témában. Elvégre katolikus otthonban találhatnak evangélikus emlékeket, evangélikus otthonban találhatnak katolikus emlékeket, és így tovább. Így született meg a Hitünket kísérő tárgyak című kiállítás anyaga, ami most egy hétre látható itt a művelődési házban. Milyen tárgyakat hoztak a családok? Nagyon sok könyv van, nagyon régi könyvek is vannak, tényleg értékes gyűjtemény állt össze, sok fénykép van,
ami azért is érdekes, mert a 20. század első felében jellemzően az egyházközségi ifjúsági egyesületek színdarabokat is játszottak, és ezekről maradt meg számos fénykép például. A fényképek nagyon érdekesek, illetve az evangélikus egyházközség irattárából is kerültek elő olyan anyagok, amelyek esetleg megtekintésre méltóak. Mindenkinek van egy érdeklődési köre, hogy mi válik számára fontossá itt a kiállításon. Ezek közül, az iratok közül nekem például nagyon fontos az első világháborúban elhunyt evangélikus hősöknek az adatait felsorakoztató gyűjtemény, amit elhoztunk eredetiben, meg lehet nézni, utána lehet lapozni, és érdekes lehet látni, hogy nem csupán nevek vannak, mint ahogy az emlékműveken csak neveket találhatunk ma már, hanem ott van mellette, mi volt a foglalkozása, hány gyermeke volt, hogyan esett el, hol tűnt el, és így tovább. Az emlékév jelmondata a megújulás lendülete, ami a reformációban gyökerező örökös változás értékét hangsúlyozza. Több mint 200 tárgy összegyűlt minden bizonnyal, és talán az evangélikus felekezet győz ilyen szempontból egy ilyen kérdésben. Én nagyon örülök annak, hogy református anyag is érkezett, úgyhogy így még sokszínűbbé tudtuk tenni, illetve olyan anyagok, amelyek nem kifejezetten felekezethez kötődő, tehát régi missziói anyagok, nemzetközi missziói társaságnak az anyagai, tehát ez mind érdekes lehet. A megnyitóra meghívtuk a Nemescsó Acsád Meszlen Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség ifjúsági csoportját, lelkészeikkel, Kalincsák Balázsral és Kalincsák Balázsné Varga Katalinnal. Ők egy színdarabot hoztak erre az alkalomra, akinek szívében Krisztus keresztje címmel Luther Márton életét mutatják be nekünk. A kiállításon fellelhető emlékek legrégebbi darabját Hajzer Lászlóné, a könyvtár vezetője bocsájtotta közszemlére. A családtörténettel kellene mesélnem, hogyha a könyvről szeretnék beszélni. Apósomék, anyósomék családja méltán őrizett, és őrzünk mi ma is jó néhány könyvet, amit az életük során mindig magukkal vittek, és hülyen őriztek, hogy éppen az ágy alatt vagy máshol, azt csak mindig ők tudták. És igazából itt találkozott Rékával a mi gondolatunk, hogy amikor eljött a könyvtárba és elmondta, hogy a reformáció jubileuma kapcsán szeretne egy kiállítást rendezni, ahol ilyen tárgyakat hoznának el, ami a hitüket őrzi az embereknek, könyveket, és akkor fölcsillant a szemem, és mondta neki, Réka, gyere be az irodába, és hadd mutassak neked valamit. És három könyv volt nálam, amit apósomék családjától hoztam el, és ezek között van az egyik könyv, a Mennyei Korona, Boldogasszony képe, ez egy 1696-ban kiadott könyv. A másik kettő, ami a kiállításon is látható, az egyike a Káldi György pap által fordított Szent Biblia, azt 1782-ben adták ki, és van egy 1774-es könyv, az pedig a Mi Urunk Jézus Krisztusnak az életét mutatja be. Azt gondolom, hogy nekünk azért fontos, főleg a férjemnek és a testvérének, mert ez egy olyan darabka, amit megőriz a családból, amit másképpen már csak a fotókon tud, azokról az emberekről, akikkel az életükben ők nem találkozhattak, viszont a beírt könyvbe, hogy mikor vásárolták ezt a Bibliát, vagy éppen mikor javítatták meg, ezek szerepelnek benne. Én azért volt nálam ez a három könyv, mert megmutattam egy hozzáértő embernek, hogy egyáltalán tudjuk, hogy milyen értéket képviselnek ezek a könyvek, és azt a választ kaptam, hogy igazából nagy értékük maguknak a könyvüknek nincs, főként érzelmi, és én azt gondolom, hogy ez a fontos benne, az érzelmi, a kötődés. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!